Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban Dixit-et fogok játszani. Ez lényegében egy könyvestag, amit Andi az Inside My Head csatornáról talált ki, és lényegében kihívta azokat a booktubereket, akiknek megvan a Dixit. És nekem ez az ötlet nagyon tetszett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor meg is csinálom. Hogyha valakinek ismerős a Dixit játék, akkor azt tudja, hogy ez egy asszociációs játék. Van egy kupac ilyen nagyon szépen megdizájnolt kártyánk, és lényegében el kell csak mondani, hogy az adott ember mit gondol róla. És most húzni fogok 5 darab lapot, és megpróbálok egy könyvre asszociálni ezek kapcsán. És mielőtt még elkezdeném, szeretném mondani, hogy kommentben nyugodtan írjátok meg, hogy ti az adott kártyákról milyen könyvekre asszociáltok. Úgyhogy kezdjük is el! Profi keverő vagyok egyébként. Na jó. Uha. Oké. Ez az első kártya. Hát nekem így kapásból erről a sok aranyról és ilyen angyalszerű emberke van itt. Nekem az első gondolatom, ami beugrott, az Apolló volt, mármint az Isten a Percy Jackson könyvekből, meg az összes többiből, úgyhogy erre a kártyára én azt mondanám, hogy azonnal a Trials of Apollo első részére, a Hidden Oracle-re asszociáltam, de ez teljesen így hirtelen az jutott eszembe. Hát jó. Jó, hát ezen a kártyán van egy piramis, amire hó esik, és egy vulkán, és mindez lebeg. Hát nagyon, nagyon rosszul asszociálok, mert konkrétan eddig csak Rick Riordan könyvekre asszociáltam, mert erre az első dolog, amit megláttam, az a piramis volt, és az első könyv, ami ennek kapcsán beugrott, az a Kane Krónikák első része a Vörös Piramis volt. Úgyhogy remélem a következő kártyák már nem olyanok lesznek, amiről egyből Rick Riordan könyv jut eszembe, mert ez így elég egy hangú lesz. Szóval a Vörös Piramis. Hát jó. Ez érdekes. Hát ezen van egy ilyen gömb. Amúgy ezt a kártyát én mindig valahogy ilyen földgömbnek nézem, ami mechanikusan van összerakva, és egyedül a 80 nap alatt a föld körül jut eszembe, de az nem könyv. Ez nehéz, ez most nehéz. Esküszöm, nem jut eszembe erre semmilyen könyv. Hát nekem tényleg nem jut egy könyv se eszembe erről, de hogyha nektek eszetekbe jut, nyugodtan írjátok meg kommentben, mert én itt teljesen sötétben tapogatózom, úgyhogy ehelyett most húzni fogok egy másikat, hogy tudja a könyvet mondani. Hát ez egyre jobb lesz. Oké. Szóval ez lesz most a harmadik kártyánk. A madárjesztő az nekem azonnal az Óza csodák csodáját jutotta eszembe, bár azt nem olvastam, de a történeten nagyjából tisztában vagyok, és ezért is ez jutott eszembe. De itt van a madárjesztőn kívül egy csomó cukorka, egy cukorkamező, ott vannak a háttérben varjak is, de igen, Óza csodák csodája. De ebből van szintén ilyen puffin imprint, úgyhogy azt is majd egyszer megszerzem és elolvasom. Úgyhogy ez teljesen ide tartozik. Jó, akkor megnyugodtam, akkor nem csak film. Akkor meg kettőt kell, ugye? Na, ez azonnal megvan, megint kiszúrtam az első dolgot, ami megragadt a tekintetemet. Ez egy óra, és alatta lóg egy főnix madár, úgyhogy szerintem ebből a Harry Potter rész, Harry Potter imádó része az anyamnak azonnal azt mondta, hogy főnix rendje! Azonnal azt mondta, úgyhogy erről a kártyáról nekem a Harry Potter és a főnix rendje jut eszembe. A főnix miatt az elég meghatározó motívum ennek a képnek. Az utolsó kártya jön. Na jó, ez már megint nem lesz jó. Erről egyből az Operaház fantomja jutott eszembe. Ami végül is létezik könyvben is, mint nemrég megtudtam, de ez egy majom, aki cintányéről egy felakasztott kis medvét
akar összeütni? Elég morbid kép. Milyen könyv van, ami nekem erről eszembe juthat? Ez már megint olyan lesz, hogy kb. Másikat kell. Ez most elég semmilyen volt, úgyhogy húzok még egyet. Ebből az öt kártyából a végén 7 lett. Nem baj. Na. Jó. Ez valami kalózmacska próbál lenni, aki elkapott egy eger. Valami ilyesmi történik ezen a képen, de a kalóz miatt nekem Apám Péter jutott erről a kártyáról az eszembe. Mert ugye a húgkapitány és a kalózok, és kinevezhetjük a kis fehér egeret Apám Péternek. Nekem ezek a könyvek jutottak eszembe ezekről a kártyákról, de ha nektek más, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy micsoda. Andinak még egyszer köszönöm ezt a nagyon jó kihívást, és az ő videóját megtaláljátok itt is, mert belinkelem ide is, meg a leírásba is. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!